Több százan látogattak el a 18. Nemzetközi Makett kiállításra az egyetem aulájában. Az erről készült pillanatképpel indít a Moson vármegye. A közéleti rovat első cikke a nemrég nyílt emlékkiállításról számol be. A tárlat a mosoni zsidók életét mutatja be, és május 4-éig látogatható a Fehérló közösségi házban. Alatta pedig Választási utánlövések címmel Kis Zoltán az MSZP helyi szervezetének alelnökének helyreigazítási kérelmét olvashatják, amelyre Füredi Kornél a Fidesz Moson-Magyaróvári szervezetének alelnöke reagált. Kettős piarista siker a Víz világnapján. Március 21-én a Futura vetélkedőjén az intézmény két csapata is indult, és saját kategóriájában mindkettő a dobogó legfelsőbb fokára került. Újabb színes, bőséges választék a Moson vármegye programjai között. Többek között a háromnapos parkfesztivál részleteiről számol be az újság, de emellett újabb színház, kiállítás és koncertek várják az érdeklődőket. A hírek információk között a tavaszi lomtalanítás menetéről olvashatnak, a gyűjtőnapok időpontjait is megtalálják. A 14. országos ütőhangszeres kamara versenyen harmadik helyezést ért el a Moson-Magyaróvári ütős csapat. A Kultúra rovatban a nemrég megjelent Meditációk című albumot ismerteti a Moson vármegye. A kötetben közel 50 szerző osztja meg gondolatait Matusz Péter Pál képzőművész alkotásairól. Ez alkalommal is van történelmi cikk. A múltunk rovatban most Wittmann Antalról, a reformkor kiemelkedő személyiségéről emlékezik meg az újság. Ahogyan megszokhatták, sporthírekkel zárja sorait a Moson vármegye. A hétvégén a Futura MTE 1904 a Diós csapatával rúgta a bőrt. A mieink 3-1 arányú győzelmet arattak a vendégcsapat felett. Pénteken érkezik a Moson vármegye legfrissebb száma az elmúlt két hét legfontosabb eseményeivel.